Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. A tavalyi esztendőhöz hasonlóan ezúttal is közigazgatási szünetet fognak tartani a kormányablakokban, köztük a 17. kerületi egységben is. Hogy ez pontosan meddig fog tartani, valamint hogy milyen ügytípusokat lehet a szünet ideje alatt elintézni, ezekről fogok többek között beszélgetni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban Csepetiné Gébele Juditot, Budapest Főváros Kormányhivatal 17. kerületi hivatalának vezetőjét. Én is üdvözlöm a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. A tavalyi esztendőben is, ugye pont hasonló időszakban beszéltünk már erről a bizonyos közigazgatási szünetről. Mit tette ezt, indokolta, és idén ez mettől meddig fog tartani, mert ha jól tudom, akkor ugye ez most rövidebb lesz, mint a tavalyi. Igen, hát egyébként indokolta idén is az energiatakarékosság tette, és egy számszaki kimutatás is, hogy évek óta azért kevesebben intéztek ügyet ebben az időszakban, mint az átlagos ügyintézési időszakokban. Most azonban jóval rövidebb lesz az igazgatási szünetünk, mert január 2-án, tehát új év után a járási hivatalok, kerületi hivatalok, kormányablakok újra dolgoznak, tehát január 2-a kedden teljes munkaidőben újra fogadjuk az ügyfeleinket. Az igazgatási szünet alatt egyébként úgy is, mint tavaly, vannak és lesznek kijelölt kormányablakok, ahol fogadják az ügyfeleket továbbra is. Fontos szempont volt az, hogy olyan kormányablakok, amelyeknek a fűtése energiatakarékos, parkolóhelyen rendelkeznek, és viszonylag nagy ügyféltérrel rendelkeznek. Ezért Budapesten a 11. kerület, a 3. kerület és a 10. kerületi kormányablak, ami ugye a 17. kerületieknek tudom ajánlani, hogy ha valamit intézni kell, akkor a 10. kerületi kormányablak lesz nyitva. És természetesen a központi okmányiroda a Visegrádi utcában, mert országos ügyeket ugye csak ott tudnak intézni, viszont a nyitvatartási idő az, hát az ügyintézőknek is kicsit kedvezőbb lesz, mert 9-től, tehát reggel 9-től délután 14 óráig fogják fogadni az ügyfeleket. Amit még szeretnék elmondani, hogy fontos dolog, hogy a gépjármű ügyintézés szünetel. Tehát a személyi okmányos ügyintézést, úgynevezett NEC adatlapot, ez a diákigazolvány igénylő adatlap, tajkártya ügyintézés, útlevél ügyintézés, jogosítvány, tehát ezt lehet, viszont a gépjármű ügyintézés szünetel, de ez nem jelenti azt, hogy bármilyen joghátrány érni az ügyfeleket, mert ha ezekben a napokban ugye nem sikerül mondjuk bejelenteni személyesen, ugye interneten lehet, de nem sikerül személyesen bejelenteni akár egy eladásbejelentést, vagy egy forgalomból kivonást, vagy minden, semmilyen hátrány nem éri őket, másodikán lehet intézni ezeket az ügyeket. De akkor ezen kívül minden más ügytípus elintézhető lesz, illetve csak még egy fontos kérdés, hogy akkor így a számok nyelvén tisztázzuk, akkor ez a szünet akkor pontosan még egyszer mettől meddig fog tartani? Tehát gyakorlatilag a karácsonyi héten, tehát amikor vége lesz a karácsonynak, utána azon a 3 napon lesz csak igazgatási szünetünk, tehát szilveszter után, január 1-e után mi kezdünk. Igen, sok mindent lehet intézni. Azért mondtam, hogy igazából a gépjárműügyintézés fog szünetelni, mert ügyfélkapu, ha gondja van, vagy most gondoltunk arra, a külföldről hazajönnek, és ügyfélkaput szeretnének csinálni, vagy lakcímbejelentést, vagy bármilyet, ez mind menni fog. És ami még fontos, hogy a 10. kerületi kormányablakban nem csak kormányablak ügyintézés lesz lehetséges, hanem ami másik nagyon fontos területünk a gyámügyek, és a gyámhivatalokból is szakképzett ügyintézők és vezetők lesznek kirendelve ezeken a napokon. Tehát ha gondolok, itt olyan ügy lehet, és ez mondjuk elég ritka azért, de lehet, hogy mondjuk egy újszülöttet kell hirtelen gondozásba venni, mert szegénykét kórházban ott felejtik, akkor ugye intézkedni kell, tehát nem lehet megvárni a január 2-át, ezért gyakorlatilag itt a 10. kerületben, gyámügyekben is lehet keresni az ügyintézőket. A legfontosabb, tehát január 2-ától majd ismét lehet menni. Így van, és mi a pénteki nap, december 22? Igen, 22, akkor még nyitva vagyunk. Ez is nagyon fontos információ volt. Nézzünk akkor egy másik témát, egy fontos közigazgatási átszervezés fog majd a közeljövőben megtörténni. Mondhatjuk, hogy a rendelet már az országgyűlés előtt van, méghozzá önálló területfejlesztési és közigazgatási minisztérium jöhet majd létre. Ez mit fog jelenteni a gyakorlatban? Uh-huh.
Hát a gyakorlatban, hogy a területi közigazgatás, ugye mi is vagyunk, tehát a kormányhivatalok és a kerületi hivatalok, járási hivatalok irányítása, felügyelete, ez átkerül a mostani irányító minisztériumtól, a miniszterelnökségtől az újonnan létrejövő minisztérium irányítása alá. A kerületi és járási hivatal vezetőknek már volt egy tájékoztató fórumja, amin hát irányító miniszterünk megköszönte munkánkat, és az új miniszter Navracsics Tibor bemutatkozott. Annyira nem új, ezt mondhatom, mert ugye úgy nevezzük, hogy a járások atya, mert 2013. január 1-én ő volt szintén a közigazgatási minisztériumnak a vezetője, és gyakorlatilag ezt a mostani területi közigazgatás szervezetet, ezt ő és az ő munkatársai dolgozták ki, úgyhogy egy ismerős területet vesz át, reméljük, hogy ugyanolyan sikeres lesz a mostani munkája is, mint amikor megalakultunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagy változás a mi életünkben nem lesz. Nyilván ezt a kormány munkájának az elősegítése véget történik majd ez a átszervezés. Hát figyelni kell majd januárban a híreket. Nyomon követjük majd akkor a fejleményeket, és akkor van még egy harmadik fontos témánk szintén, itt a hideg idő kapcsán, vagy akár az energiára kapcsán is fontos, hogy a fűtés megoldása. Viszont emellett szintén kiemelt, hogy az emberek betartsák, hogy levegővédelmi jogszabályokat. Mire hívnál fel ezzel kapcsolatban a figyelmet, illetve milyen kirívó esetek találkoztak esetleg a közelmúltban? Igen, ilyenkor a téli időszakban megszaporodnak hozzánk a bejelentések, illetve az ügyeink, hogy bizony, hát nagy füstöt észlel a lakosság, úgy mondom, hogy büdöset észlel a lakosság, nem bírnak szellőztetni, különösen amikor felhős idő van, és a felhőktől ugye nincs légmozgás, és megreked ez a szmogos levegőben ez a füst. És ilyenkor a kerületi hivatal, azaz a járási hivataloknál van az a hatáskör, hogy a levegőtisztasági ügyekben megvizsgáljuk ezeket a bejelentéseket. Elég sok olyan ügyet tudtunk lezárni, ahol bizony tényleg szabálysértés, illetve hát olyan égetés történt, ami nem egyezik meg a jogszabály adta lehetőségekkel, és ezt lehet, hogy olyan emberek teszik, akik nincsenek tisztában azzal, hogy mit lehet égetni, és mit nem, és ez nem a lehetőség kérdése, hanem hogy nagyon nagy szót mondok, a társadalmi felelősségvállalásunk kérdése, mert elégetjük a lebontott nyilászárainkat, a lebontott kerítéseinket, a különböző felszedett lakkozott parkettáinkat, amik bizony mind olyan anyagokkal vannak kezelve, amelyek rákkeltőek. Ezek égetéskor a levegőbe kerülve gyakorlatilag az egész kerületünket, de akár nagyobb területet is szennyeznek, és ezt mindenki beszívja. Tehát aki levegőt vesz az utcán, vagy akár még a saját lakásában is, mert ugye szellőztetünk, az ezt a dózist megkapja. És ezért büntetik ezt a tevékenységet. Most kirívó eset volt, nem egy, ahol autógumit égettek, tehát ezt mindenki tudja, hogy autógumit nem égetünk, de azt kevésbé tudja, hogy ilyen lebontott faanyagot, amit akár építkezésből visszamaradt anyagok, hogy azokat sem igazán jó égetni. Egyrészt, mert elég nagy büntetési tétele is van, ha kiderül, másrészt meg tényleg környezetünket és saját egészségünket is veszélyeztetjük. Amit még szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy bátran tegyék a bejelentéseket. Ezek, ha magánszemély teszi, vagy szervezet teszi, akkor is hivatalból indult ügyekként szabályozza a jogszabály, tehát a bejelentő személye kilétére nem derül, tehát nem tudjuk kiadni, hiába kéri a feljelentet, vagy a bepanaszolt, úgyhogy ezt hivatalból a járási hivatalok indítják, és lehetőségünk van szakértőt kirendelni, tehát hogy bizonyítani, hogy valóban ilyen égetés történt. Úgyhogy ez szerintem egy jó lehetőség. Kollégáim felkészültek erre, és így, ahogy mondta, volt egy-két nagyon-nagyon érdekes eset itt a kerületben is.
A legfontosabb, tehát mindenki tartsa be a jogszabályokat, és figyeljünk egymás egészségére. És egy zárásként általában ilyenkor mindig ugye nyitvatartási időt szoktam megkérdezni, de ezt már szerintem nagyon sokszor elmondtunk, most egy másik dologra szeretnék utalni. Itt az év vége, ugye nyilván tudjuk, hogy sajnos az emberek fáradtabbak, fogyatürelmük, szeretnének minél hamarabb sorra kerülni. Technikai értelemben mit javasol, hogyan lehet önöknél a leggyorsabban, úgymond egy ügyintézőhöz eljutni? Ezt nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, mert gondolkodtam rajta, hogy ezt még szeretném elmondani. Az egyik az, amit mindig hangsúlyozok, és hála Istennek elég sokan hallják most már, és igénybe veszik, hogy van egy olyan időszakunk, amikor ugyan nincs ügyfélfogadás szerdán, ugye 8 és 11 között, de vannak bent olyan ügyintézőink, akik képesek gyakorlatilag minden ügytípust intézni, és nagyon szépen kérem tényleg, hogy jelentkezzenek be a mozgáskorlátozottak, esetleg akik gondokság alatt lévő családtagjainknak szeretnének intézni ügyeket, vagy egyáltalán akik más valamilyen hátráltató körülmény miatt csak ekkor tudnak jönni, meg tudjuk velük beszélni, fogadjuk őket, ekkor ugye nincs az az ügyféltömeg bent, tehát kerekesszékkel a szűkös ügyféltérben is sokkal jobban tudnak mozogni, vagy tipikus autista kisgyereknek, akinek személyigazolványt kell csinálni, lehet, hogy egy óráig ül benn a fotóboxban, mire komfortosan érzi magát, és hajlandó belenézni a kamerába. Tehát, hogy ezeket az ügyeket mi ezt bevállaltuk, és ezt továbbra is szeretnénk, és nyugodtan hívjanak, mert megbeszéljük velük akkor ezeket az időpontokat. Úgyhogy ez a szerda, mondhatnám, hogy 9-től 11-ig nyugodtan. A másik, hogy pont szerdán, 11 órakor óriási sor szokott lenni. Tudom, hogy mindenkinek fontos, de ha esetleg szerdán igazából ilyen 3 óra körül jönnének, akkor addigra biztos, hogy nincs nagy sor, mert 5 óra után megint sokan vannak, ugye, mert aki dolgozik, az akkor tudja intézni az ügyét, és akkor vagyunk 7-ig nyitva. Jellemzően a kedd és a csütörtök egy kicsit könnyebb időszak, és ott sem a nyitási időszak. Tehát azt tudom mondani, hogy a nyitás az mindig nehéz, mert hiába van sok ügyintézőm, történetesen mondjuk egy okmányvesztés, az lehet, hogy nem 5 perc, mert 5 perc alatt elintézik a kollégák, ha egy személyigazolványt kérnek, de egy okmányvesztésnél jegyzőkönyvet kell felvenni, az nem tudják elintézni 5 perc alatt, és akkor áll a sor. Legyen tehát mindenki türelemmel, igen, illetve tekintettel a dolgozókra, akik tényleg azért vannak, hogy minél gyorsabb legyen az ügyintézés. Igen. Én köszönöm szépen, hogy ezúttal is megosztotta velünk ezeket a fontos gondolatokat, és eredményes és sikeres munkát kívánok a 2024-es esztendőre is önöknek. Köszönöm szépen, és viszont kívánok. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.